Az alábbiak közül melyik búla algebrai alaptétel? Az alaphalmazhoz adunk egyet, tehát logikai vagyot végzünk, akkor az egy, mert bármi az a, akkor is az eredmény egy kell legyen, tehát ez helyes. Az alaplap, az a-t megszorozzuk egyel, akkor az nulla, tehát logikai és műveletet végzünk. Az nem biztos, mert hogyha az a értéke egy, akkor még az eredmény lehet egy és művelt esetén is. Ha az A-hoz hozzáadunk nullát, vagyis vagy műveletet végzünk vele, akkor A lesz. Ez mindig igaz, mert bármi, ha az A értéke, akkor visszakapjuk az A-t, ha egy, ha nulla, akkor is visszakapjuk. Ha az alaphalmazhoz hozzáadjuk a nullát, vagyis vagy műveletet végzünk vele, akkor nullát kapunk. Ez nem mindig igaz, mert ha az A egy, akkor lehet egy. Mit jelent a AND kapcsolat? Not AND és az és logikai kapcsolat tagadását. Pontosan nevében is benne van, hogy nem és. Tehát ezt jelenti negált változó és kapcsolata, az nem lesz jó. Viszont a negált változó vagy kapcsolata az jó lesz, mert hogyha a változókat ellentétjükre változtatjuk, és azt vagyoljuk, akkor megkapjuk a notendet. Vagy kapcsolat tagadása, az nem jó, mert a és kapcsolat tagadása. Tehát két helyes válaszunk volt. Mire szolgál az Outlook program? Internetes böngésző nem, oprendszer nem, személyi adatkezelő és kommunikációs program ez az. Tehát ő nem csak egy egyszerű levelező program, hanem személyi adatkezelő és kommunikációs program. Levelező program, levelező kliens program részben igaz, de nem teljesen. Mit jelent a visivig betűszó? What you see is what you get, igen, amit látsz, azt kapod, tehát az első az jó, és hát a magyar fordítás is jó, amit látsz, azt kapod. Értelmezze a következő kifejezés cella hivatkozás, vagy a cella hivatkozás a táblázatkezelő programban létező kifejezés. Akkor most egy kicsit nagyítsunk a megoldáson. Képletek készítésénél meg kell adni, hogy a használni kívánt értékeket és adatokat hol kell keresni. Erre alkalmas a cella hivatkozás, mely lehet relatív, abszolút és vegyes hivatkozás. Az abszolútnak végül is, tehát az abszolút úgy is felfogható, hogy annak van három fajtája, de szokták vegyesnek is mondani azt, amikor csak a sor, csak az oszlop rögzített, nem mind a kettő. Relatív hivatkozás esetén táblázatkezelő a cellának az aktuális cellához viszonyított helyzetét tárolja, és ilyenkor a másolás során a képletek aktualizálódnak. Abszolút cella hivatkozás esetén a táblázatkezelő a cella tényleges helyét tárolja, és ilyenkor nem aktualizálódnak a másolásnál. Abszolút cella hivatkozásnál sor vagy az oszlop koordináta elé stringet kell írni. Vegyes hivatkozásnál az egyik koordináta abszolút, a másik relatív. Ahogy azt az előbb mondtam, ezt is lehetne abszolútnak nevezni, csak az egyik koordináta van rögzítve. Most egy angol szöveget kell értelmezni, tehát ez egy teljesen új új feladat rész eddig látottakban, tehát se az SCDL feladatban nem volt ilyen, se a érettségi feladatban, hogy egy angol szöveget kell értelmezni, bár érettségizőknek egészen biztos, hogy nyelvből, és a legtöbbjüknek angol nyelvből vizsgát kell tennie. Mire használható a HP Insight Diagnostics segédprogram? HP Insight Diagnostics segédprogram segítségével megtekintheti a számítógép hardware konfigurációjával
kapcsolatos információkat, valamint diagnosztikai ellenőrzések futtatásával ellenőrizheti a számítógép a rendszereit. Segédprogram hatékony segítséget nyújt a hardware hibák azonosításában, meghatározásában és elkülönítésében. Mit jelent és hogyan jeleníthető meg a SurveyTab? SurveyTab áttekintés lapot jelent, és a HP Insight Diagnostics program megnyitásakor jelenik meg. Mire szolgál ez a bizonyos SurveyTab? Ez a lap a számítógép aktuális konfigurációjának megjelenítésére szolgál, és a lapról a számítógép információinak több különböző kategóriája is elérhető. A többi lapon további információ tárolható, ideértve diagnosztikai ellenőrzések beállításait és azok végeredményeit. Menthetők-e az információk, és ha igen, hogyan? Igen, az információk HTML fájlként menthetők. Kötelező-e új eszköz installálása esetén a tesztet futtatni? Nem kötelező, csak javasolt. Probléma esetén viszont kötelező, el kell menteni az eredményt. És ezután csak úgy, vagy hasonlóan, mint ahogy az érettségi feladatnál láttuk, egy összetett feladat megoldása következik, amely több részből áll. Ön egy dokumentumkezelő rendszert fog bemutatni a cégnek, végezze el a dia soron az alábbi módosításokat. Na most ezt a feladatot megint nem fogom megoldani. Miért nem fogom megoldani? Bár itt mindent tanultunk már, vagy tanulni kellett. Tehát itt lehet látni, hogy táblázatkezelési, szövegszerkesztési és prezentáció készítési feladat részekből áll a feladat. Azért, mert a feladatot az oktató videós sorozat egyéb részeiben már megoldottam, bemutattam, tehát ezért én itt ezt most már még egyszer nem fogom megcsinálni, csak magát azt a részt mutattam meg, hogy az OKE feladatban hogy van benne az IT alapismeretek.